az ég is megnyílt az énekszó hallatán nagy ecseden. Míg a templom ablakain csordogált be a régen várt eső, addig a kórusok tántoríthatatlanul próbáltak az esti koncertre. Fantasztikus a hangulat. Tehát azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült kigondolni előre, hogy mik lennének azok a programok, amik a kórusokat összehozzák, és már most az elmúlt pár nap alatt is olyan barátságok és olyan fantasztikus atmoszféra alakult ki így a közös próbákon, meg a kodályiskolának a folyosóin, vagy a próbatermeiben, hogy tényleg azt hiszem, hogy mindenki a mennyországban érezheti magát. A világ minden tájáról itt vannak ezek az énekesek, és függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszélnek, vagy milyen idősek, vagy fiatalok, egyszerűen mindenki egymásra talál, és nem tudom, borzózik az ember háta, amikor így benne van ebben a vérkeringésben. A koncertsorozatnak voltak olyan jeggyel látogatható állomásai, melyekre már hetekkel a fesztivál kezdete előtt elfogytak a helyek. Szabó Soma elmondta, abban bízik, nem lesz ez máshogy a Continental Arénában sem, a fesztivál záró rendezvényén. Az biztos, hogy bennünk már akkor az öröm és a felfokozott hangulat, hogy ezt nagyon szeretnénk mindenkinek átadni, és szerintem, aki csak nézőként is belelát egy picit, vagy rálát egy picit erre a fantasztikus fesztiválra, az is meg fogja érezni ennek a lelkületét, és mindenképpen megéri csatlakozni hozzánk a koncertek alkalmával. Ritka pillanat ez. Mi is ugye két évenként szervezzük Nyíregyházára, és most már az elmúlt fesztivál is olyan régen volt, hogy alig emlékszek rá, de most hirtelen megint minden erőre kapott, és minden lelkesedéssel tölti meg a várost. Azért is jó, most itt Nagyecseden vagyunk éppen, mert látom, hogy a vidéki közösségek is megmozdultak, úgyhogy itt is a nagyecsedi összefogás annyira erőteljesen érződik, sok segítő be van vonva a szervezésbe, itt gardíroznak bennünket, hogy az eső elől hova meneküljünk, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét. A nagyecsedi református templom csodás akusztikája csak tovább emelte a délután fényét, ahol fellépett az ÉSZ TV gyermekkara, a Taipei Filharmónia ifjúsági és gyermekkar és a New Amsterdam ifjúsági kamarakórus, és természetesen a Kantemus kórus család fiúkórusa is. A fesztivállal egy időben Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy mesterkurzus tartott, melynek résztvevői hasznos karvezetés technikai és előadói tapasztalatokat gyűjthettek, valamint a nyíregyházi Kantemus kórus együtteseinek munkájába is bepillanthattak.